Kedvenc privát üzenetőm. Hali Dodor, kérlek segíts nekem. Bemutatkozok. Dodor Google. Szükségem lenne arra az információra, hogy mely motorokat lehet kapni háromhengeres kivitelben, illetve ezek közül melyiket érdemes tüzetesebben megnézni. R6-ról szeretnék váltani majdan, ami fontos még, hogy le is érjek róla. Nem szeretnék tipegős kislányt játszani a tologatásnál 172. Mondom, ez a magasság. A hangjuk nagyon megfogott ezeknek a háromhengeres mociknak, például MV Agusta F3 vagy Yamaha MT-09. Mely márkáknál létezik ugyanígy sor 3? Előre is kösz a segítséget. Kiguglizom. Triumph. Az egyik legrégebbi háromhengeres gyártó. Mit mondjak? Nem tudom megmondani, hogy milyen le kellett volna mérned a combot hosszát a térdedig. Itt a csigolya forgóponttól egészen a térdkalácsodig, meg onnan még a lábfejedig, meg még a bokád magasságát, és akkor így meg tudnám se akkor se mondani, hogy leírja a lábad egy valamelyik motorról, amelyiken esetlegesen majd megváltoztatod az ülés magasságot, ugyanis most már van külön iparág arra, hogyha valakinek nem ér le a lába egy adott motorról, akkor gyárthat rá egy vékonyabb ülést, és leír. Meg vannak rugóültetőszettek, mondjuk az X-Bike-nál, és egy csomó fajta motoron meg lehet ezt oldani. Pont múltkor beszéltem a Borsai Szabóval, az X-Bike tulajdonossal, hogy még valaki BMW GS-t is vissza tud megültetni, olyan nagyon trögtem, mert annak pont az a lényege egy túrendúrónak, hogy magas legyen, de egy alacsony ember vette és megültette. Tehát csinált egy ilyen lowridert egy túrendúróval. Ez nagyon jó. Vagy úgy, hogy megültetni egy ML Mercit. Na szóval, tehát akkor gyakorlatilag fel is soroltad a kategóriát. Egyébként jó választás. Tehát azt mondom neked, hogy a háromhenger rohadt jó. Én nagyon sor 4 párti voltam mindig is, meg akárhányszor fölök egy sor 4-es motorra, azért mindig az az a fajta motor, ami olyan szépen megy, meg zümmög, mint a méhecske, és amikor eléri ezt a kellő fordulatot, akkor olyan nagyon-nagyon irdatlan erővel tud tolni. De hát most a piaci igények, meg a felhasználási igények abba az irányba vitték el a gyártókat, hogy a sor 3 az nyomatékos alulról, nincsenek nagy végsebességek, viszont alsó gyorsulási tartomány meg van. Úgyhogy azóta meg ezek népszerűek, el kell fogadni. Nekem is van sor 3-as motorom, szeretem is, mert odaverek a gáznak, aztán füstöl meg gyűrődik az aszfalt a hátsó kerék alatt. Szóval, Triumph, és hogy mit kell rajta, az, hogy melyiket érdemes tüzetesebben megnézni? Erre egész konkrétan tudok válaszolni. Azt nézd meg tüzetesebben, amelyik neked a legjobban tetszik. Szívesen.